Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a János evangéliuma 7. fejezetének 40. versétől egészen a fejezet végéig. Tehát a János evangéliuma 7. fejezetének 40. versétől olvasom az igét. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták, valóban ez a próféta. Mások így szóltak, a Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá, csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondta el, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus. Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban, némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem betette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük, miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek, ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok ezt mondták nekik, titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála és közülük való volt, így szólt hozzájuk, elítélje az embert, ami törvényünk, míg ki nem hallgatták és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki, talán te is Galilea annyi vagy. Nézd utána és lásd be, hogy Galileából nem támad proféta. Ezután mindenki hazament. Ámen. A mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Jöjjetek és imádjuk őt, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Mi kedvesek a te hajlékaidó seregek, Ura! Sóvárok, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezik oltáraimnál, seregek Ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat! Figyelj rám, Jákob Istene, Istenünk, pajzsunk, nézd rám, tekints fölkentett személyére! Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máskor ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Ámen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igényének a meghallására. A 89. Zsoltár első versét énekeljük el. A 89. Zsoltár első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, tehát a 89. Zsoltár első versét énekeljük. Jesus.
amelyel őt kézbe lehet venni, és valóban vádolni lehet.
milyen az emberi bűn, milyen mélységei vannak ennek az emberi bűnnek, amely tulajdonképpen minden emberre elhatol. Jézus beszélt sokszor az ő szenvedéséről, haláláról, arról, hogy majd megáldoztatik ezért a világért, de nem vették komolyan, nem értették meg, még a tanítványai sem igazán, a farizeusokat, az írástudókat pedig ez egyáltalán nem érdekelte. És pont kapóra jött ennek az asszonynak az esete, akit megláttak, akit odavittek, és azt gondolták, hogy most aztán Jézus tör bele egy csalni. Vajon mit fog tanítani? Vajon mit fog mondani? Mert hiszen azzal jönnek elő, hogy Mózes megírta, hogy aki ilyen bűnt követ el, azt meg kell követni. Az nem maradhat életben. Ez a mózesi rendelkezés. És vajon te mit mondasz? Nagyon nehéz helyzetbe hozták Jézust, legalábbis mi emberileg így látjuk, mert hogyha fölmenti ezt az asszonyt, akkor vét a mózesi törvény ellen. Akkor lehazudja a törvényt. Pedig rá is vonatkozik a mózesi törvény, nem kerülheti meg, nem iktathatja ki az atyáknak a törvényét, hiszen el is mondta Jézus magáról, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem azért, hogy betöltsem. Ha azonban elengedi ezt az asszonyt, akkor ugye ez a következmény, de ha elítéli, akkor pedig hol van a krisztusi szeretet? Hol van az a hatalmas szeretet, amelyet ő hirdetett? Tehát bármelyiket teszi, keletébe kerül, így gondolkodnak felőle. De amikor ezt fölvetik, akkor Jézus lehajol és ír a porba. Ír a porba, és aztán akkor egyenesedik föl, amikor majd újra elkezdi, újra faggatják, és újra vádaskodnak, és újra azt akarják, hogy állást foglaljon. És amikor ezt újra megteszik, akkor Jézus azt mondja, hogy így van, kövezzétek meg. Tulajdonképpen lehetőséget ad erre. Ezt írja a mózesi törvény. Hiszen megérdemli ez az asszony a sorsát, nyilvánvalóan bűnös, kövezzétek meg, de hozzáteszi azt a félmondatot, hogy az vesse rá az első követ, aki nem bűnös. Vagyis azt mondja, hogy az fogjon hozzá közületek, akinek semmi bűne nincs. És mindjárt megértjük, hogy milyen hatalmas isteni bölcsességgel cselekszik, milyen bölcsességgel szól. Olyan emberi bölcsesség nincs, testvéreim, amivel meg lehetett volna oldani ezt a különös helyzetet. Arra gondoltam, hogy ha nekem kellett volna itt állást foglalni, akkor bizonyára én sem tudtam volna semmit mondani, semmi jó gondolatot a magam mentségére, vagy hogy ennek az asszonynak is segítségére legyek. Jézus azonban isteni, zseniális gondolattal oldja meg ezt a problémát. Kövezzétek meg, de azt kezdjen hozzá, aki közületek nem bűnös. És utána újra visszahajol a földre, és ír a porba. És amikor eltelik egy kis idő, amikor újra fölegyenesedik, akkor azt látja, hogy mindenki elment. A vének, az írástudók és a farizeusok, mindenki ott hagyta ezt az asszonyt. Senki nem merte az első követ rádobni. Vagyis ezzel, hogy elmentett, elismerték, hogy ők mindnyájan bűnbelte emberek. Azért ez mégiscsak mellettük szól, ennyi önkritikájuk volt, senki nem merte felvállalni azt, hogy ezt az asszonyt elítéli és elkezdi a megkövezését, hanem fogták magukat és elmentek. Vagyis hát ebből a beszélgetésből, ebből az összecsapásból, ebből a vádolásból kijött ki győztesen. A vádlók vádlottak lettek. Az elmenetelük ezt jelenti, hogy őket aztán tényleg lehet vádolni, mert bűnös emberek nem mertek hozzáfogni a megkövezéshez, ezzel elismerték bűnös voltukat. Milyen hatalmas bölcsesség van a mi Urunknál, és milyen hatalmas a szeretete is. Mert odafordul ehhez az asszonyhoz, és azt mondja, hogy nem vádolt téged senki, nem ítélt el téged senki. És azt mondja az asszony, uram, senki, látod, mindenki elment. És erre az a válasza, hogy én sem ítéllek el, de menj el és többé ne lépkezz. Jézus nem azért jött, hogy megítélje a mi emberi dolgainkat,
Nem azért jött, hogy elítéljen bennünket. Azt tudjuk róla, hogy mérhetetlenül gyűlöli a bűnt. Az Istennek nincs köze a bűnhöz, és Jézus Krisztusnak sincs. Azt tudjuk róla, hogy mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Semmiféle bűnt el nem követett, de ebben csak ő volt egyedül, mindenki más bűnvel felelne. Ez az asszony is, és mi is mindnyájan. És amikor ezt mondja ennek az asszonynak, hogy én sem ítéllek el, ez azt jelenti, testvérek, hogy ezt egyedül ő mondhatja ki. Ezt egyedül ő az Isten fia, aki maga Isten, hiszen azt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát. Ő aztán igazán ítélhetne bennünket. Ő igazán megkövethette volna akár ezt az asszony, vagy utasítást adhatott volna rá. Az Istennek jogában áll bennünket megítélni, akár elvenni az életünket, és mégsem tette. Én sem ítélek. Mert nem azért jött, hogy elítéljen, hanem azért jött, hogy fölemeljen bennünket. Azért jött, hogy megmentse az életünket. De hogyha csak ennyit mondott volna testvérek, hogy én sem ítélek, akkor ezzel nem mentette volna meg ezt az asszonyt. Mert ez ment volna és folytatta volna a régi bűnös életét. Hanem Jézusnak az utolsó mondata hozzá ez volt, mostantól fogva többé ne létkezz. Menj el, és hagyj föl ezzel. Kezd új életet. Nem tudunk ennek az asszonynak a további sorsáról, de egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy óriási lehetőséget kapott Jézus Krisztustól. Egyfelől hálás lehet, amíg csak él neki, hogy megmaradt az élete. Mert ha nem Jézus az, aki ott van, akihez viszik, akkor lehet, hogy megkövetik a farizeusok, az írástudók. Tehát egy egész életen át hálálkodhatott a megtartott életéért, mert az életét Jézusnak köszönhette. Másfelől pedig ezzel, hogy Jézus egy új utat jelöl ki a számára, nagyon sokat köszönhetett neki, mert egy megújult életet kaphatott. Ott hagyhatta a régi életét, leszámolhatott az óemberi valóságával, vissza nem térhetett arra az életformára, amit eddig gyakorolt, hanem újat kellett neki kezdeni. Azt mondja Jézus, hogy görcstelen ember az, aki szakadozott régi ócska ruhára új foltot van. Azért, mert a kettő nem illik egymáshoz. Mert annyira összezsugorodik és összemegy a régi anyag, hogy az újat is elszakítja, hiába raknak rá új foltot. Vagyis újjá kell kezdeni az életünket, újra kell kezdeni. Aki vele találkozik, annak ezt kell látnia, hogy egy teljesen új életet kell elkezdeni. Elhagyni a bűnöknek az útját, és egy egészen új, más jövendőt kapni általa. Ez az asszony ebben részesült. Megmaradt az élete, Krisztus a maga szeretetével vette őt körül, fölemelte, és meghirdette a számára az új életnek a lehetőségét. Mi is ezt kapjuk, testvéreim, újra és újra. Az Isten nekünk újra megbocsát, elfedezi a mi bűneinket, háta mögé veti a mi emberi mulasztásainkat, bűneinket, és azt kéri tőlünk, hogy éljünk új szent életet. Én az Isten szent vagyok, ti szentek legyetek, mondja nekünk, és ezt a szent életet várja tőlünk. Milyen nagy ajándék, hogy ugyan el is taposhatna bennünket, meg is szüntethetné a mi életünket, de nem teszi, hanem kegyelmébe fogad bennünket, és azt kéri, hogy éljünk új életet, az ő dicsőségére szolgáljunk neki, és ezentúl ő neki éljünk. Övé a dicséret és a dicsőség ezért az Isteni szeretetért, ezért a kegyelemért. Ő elindul majd a fájdalmaknak az útján, és ott a kereszten kileheli a lelkét, ismerjük a történetet. Csak arra szeretnék utalni, hogy ez a váltság, halál, ez az áldozat az írástudóké és a farizeusoké. Azoké is, akik őt a halálba akarták idő előtt juttatni. Minden emberé, mindazoké, akik megvallják a bűneinket, akik oda hullanak Jézus lábai elé, és elmondják neki, hogy Uram, védkeztem,
és ha valaki őszintén megbánja a bűneit, akkor a mi Urunk Jézus Krisztus megbocsát, és adja az új életnek a lehetőségét. Hát ezért imádjuk őt, ezért áldjuk őt, most minden időben, ezért a szeretetért. Amen. Hagyjuk még a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy teljesen másképpen viszonyulsz hozzánk, mint ahogyan mi viszonyulunk egymáshoz vagy magunkhoz. Köszönjük, hogy a teljesen új jelent meg a te jöveteleddel, az az egészen új, amit eladdig az emberiség soha nem látott. Köszönjük neked, Urunk, hogy jöttél azért, hogy találkozásunk legyen veled. Bűnverte emberekként úgy intézted a mi dolgainkat, útjainkat, hogy megismerhessünk téged, és hogy ez a megismerés, ez a találkozás legyen, ami számunkra az új életnek a lehetősége. Köszönjük, Urunk, ennek az asszonynak megtartott életét. Köszönjük, hogy te nem ítélted el, de nem is azonosultál vele az ő bűneiben, nem igazoltad és nem mentetted föl, és nem úgy küldötted el, hogy nyugodtan folytassa a régi életét, hanem úgy álltál előtte, hogy megmutattad a teljesen újnak a lehetőségét, az életre vezető utat, az örök életnek az útját, mert te vagy az út, az igazság és az élet. Köszönjük, Urunk, hogy számunkra is hirdeted az örök élet ajándékát, hirdeted azt, hogy csak akkor van életünk és jövendőnk, hogyha szembesülünk tetteinkkel, bűneinkkel, és ugyanakkor odaszálljuk magunkat neked tetsző életre. Megbánjuk és megutáljuk múltunkat, tetteinket, és keressük a veled való közösséget. Úrunk, köszönjük, hogy ennek a lehetőségét adod ezen a mai napon is a mi számunkra. Ennek a lehetőségét nyújtod azért, hogy életünk lehessen. Kérünk, Urunk, áld meg életünket. Áld meg a jelenlévő kedves testvéreknek az életét. Idős napjaikban is adj nekik erőt, és hadd táplálkozhassanak, Urunk, a te hatalmadból és a te erődből. Adj nekik örömet is ebben a múló időben azért, hogy lássák a te örökké valóságodat. És hadd legyen mindnyájunk számára az a reménység, hogy te azért haltál meg, Urunk, hogy nekünk életet adj. Köszönjük feltámadásodat, diadalmas győzelmedet a halál fölött, azért cselekedtél így, hogy nekünk életünk lehessen. Köszönjük, hogy abban a tudatban élhetjük életünket, akár idősebbek, akár fiatalabbak vagyunk, hogy amikor majd elbomlik is a mi földi sátorházunk, akkor tudhassuk, hogy életünk lesz, örök életünk. Olyan világba kerülhetünk, amelyben nem lesz halál, nem lesz kiáltás, nem lesz fájdalom, hanem örök élet és örök ünneplés. Urunk, köszönjük neked a te szeretetedet, bűnbocsátó kegyelmedet, amellyel újra és újra megajándékozod bennünket. Add, hogy ami egész további életünk, neked tetsző élet lehessen, és téged magasztaljunk egész életünk végéig. Tied a dicséret és a dicsőség, öröktől örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.